Helyzetkép című sorozatunk eheti részében Tóth Lajos polgármester többek között beszámolt arról, hogy hamarosan megkezdődik a Művelődési Központ színház termének és környezetének felújítása. Egy régóta húzódó és nagyon bonyolult összetett folyamat, úgymond fontos állomásra az érkeztünk tegnap folyamán. Van egy régről megkezdett és sokszoros problémahalmaz miatt megakadt felújításunk, mégpedig a Művelődési Központunk színházterme és környezetének felújítása, az úgynevezett HACS program biztosított volna erre forrást, és a korábbi, vagy elődeink által megálmodott tartalmakkal ez a program többször nekifutása sem valósulhatott meg, ezért a programot át kellett tervezni, műszaki tartalmat módosítani kellett több körben, több eredménytelen pályázati eljárás is lezajlott, és az elmúlt hónapok erőfeszítései úgy néz ki, hogy legalább bízunk benne eredményre vezetnek. A legutóbbi beszerzési eljárásunk eredményesen befejeződött. A színházterem felújításához kapcsolódóan lift szerkezet beépítése és a színházterem belsőjének felújítása. Gondolok itt klimatizálás, a belső butazatok megújítása, a ülések burkolatcseréje, a színpad teljes rekonstrukcióra és dekonstrukciója is hol fog kerülni, tehát függönyökről pédiák egyebek cseréjére. Ez a beszerzési eljárásunk eredményes volt, és tegnap került aláírásra a vállalkozói szerződés. Ezen a héten kerül átadásra a munkaterület a kivitelező számára, és bízunk benne, hogy a módosítás határidőig ez a programunk is befejeződik, tehát eredményesen a műszaki tartalom elvégzése feltétlenül indokolt, és bízunk benne, hogy az elmúlt hónapok előfeszítései most már végre olyan állapotot eredményeznek, ami a felújítás lehetővé teszi. Itt forrás átcsoportosítás, tehát a műszaki tartalommal kapcsolatos módosításokra került sor. Az elmúlt időszakban ennek lehet eredménye a tényleges befejezés. Ez természetesen fog érinteni a színháztermünkkel kapcsolatos lehetséges programokat a következő egy-két hónapban, de úgy gondoljuk, hogy a felújítás is feltétlenül fontos. Minden programot igyekszünk, amit beterveztünk, más helyszíneken lehetőség szerint megvalósítani. Ebben kérem majd mindenki segítségét és közreműködését. A felújítás mindenképpen elvégzendő és fontos. Nemrég tudtunk beszámolni arról, hogy szintén hosszú előkészületek és sok-sok probléma eredményes kezelés után újult meg a könyvtárunk belső berendezései, illetve belső arculata. Én úgy ítélem meg, hogy ez a másik felújítás, amely több mint 90 millió forintos keretösszeggel kerül megvalósításra, ez is jelentősen fogja segíteni a püspöklői harmonikus kultúraadás feltöltő rendszereit. Kérem mindenki türelmét a felújításhoz kapcsolódóan. November 8-án megtartották az évente esedékes külső védelmi tervgyakorlatot a városban. Korábban szó volt róla, és ismertem szerint a Haladány Televízió is jelen volt. Külső védelmi gyakorlatra került sor a klorid vegyüzem vonatkozásában. Az előkészületek ismeretem szerint teljes egészében rendben voltak, és a kapott ágazatos alapján maga a védelmi gyakorlat is eredményesen lezajlott. Köszönöm munkatársaimnak, akik az előkészítésben, illetve a levonyatárban részt vettek, illetve mindazoknak, akik részesei voltak ennek a gyakorlatnak. Eredményes volt, a illetékes szervezetek képviselői pozitívan nyilatkoztak a gyakorlat lefolyásáról, eredményesek minősítették, és bízunk benne, hogy éles helyzetekre nem fog sor kerülni. Azért a gyakorlat, hogy ha mégis bármilyen probléma lenne, akkor mindenki tudja a dolgát, feladatát. Nemrég egy másik gyakorlat, belvizsgálati gyakorlatra is sor került, az is eredményes volt, és abban bízunk, hogy azért készülünk a nem kívánatos helyzete, hogy lehetők szerint erre, ha ne is kerüljön sor, de a sor kerül, akkor mindenki tudja a dolgát. Bízunk benne, hogy nem kerül rá sor. A polgármester november 13-án az Életet az Éveknek Országos Szövetség Hajdú-Bihar vármegyei szervezetének hajdúszoboszlói rendezvényén képviselte Püspökladányt. Kedves meghívást kaptam
az életet az éveknek Országos Szövetség Hajdú-Béla megyei, vármegyei szervezetétől. Hajdúszoboszlón volt egy országos szövetség által összehívott rendezvény, amelyen 7 vármegye delegátjai vettek részt, több száz érdeklődő volt jelen. A Országos Szövetség által szervezett program címe Fedezzük fel Hajdúszoboszló és környéke szépségeit, és ehhez kapcsolódóan Püspöklenyaváros képviseletében polgármesterként kaptam felkérést, mutassam be városunkat, térségünket, illetve a városunkban működő idős szervezeteket, nyugdíjszervezeteket, kulturális szervezeteket. Erre kaptam lehetőséget, és örömmel mondhatom, hogy nagyon jó hangulatú rendezvényen volt szerencsém részletek szintjén is beszélni a városban jól működő nyugdíjszervezetekről, klubokról, kulturális, sport és egyéb tevékenységekről. Természetesen kiemeltem a város egyéb értékeit, természetesen szóltunk a gyógyfürdőről, illetve természeti értékeinkről, kulturális tevékenységeinkről. Igen, pozitív fogadatása volt a tájékoztatónak, illetve természetesen a rendezvény egyéb kulturális programokkal is folytatódott. Tóth Lajos arra is kitért beszámolójában, hogy továbbra is problémát jelentenek a város közterületein kóborló kutyák. Többen jelezték, hogy az újtelepi városrészen a közterületeken kóborló kutyák veszélyt jelentenek a ott közlekedőkre, úgy idősekre, gyerekekre, egyáltalán mindenkire. Arra kérem tisztelettel a újtelep kutyatartó gazdáit, hogy legyenek kedvesek a kutyákat a közterületekre nem kiengedni, illetve zártan tartani, udvarokon zártan tartani, mert a újtelep városlakói, városrész lakói ezt joggal tekintik veszélyes helyzetnek, és korábbiakban is voltak sajnos problémás helyzetek, előzzük meg a komolyabb problémákat, és működjünk együtt abban, hogy a veszélyhelyzeteket megelőzzük ilyen tekintetben is. Márha az ebb problémákról van szó, ebbekkel kapcsolatos problémákról van szó, nemrég a Petitelepi városrészen volt hasonló helyzet, ott rövid úton sikerült a adott problémát kezelni. Ezt is igyekszünk kezelni, de nyilván szükség van a kutyatartók eddigieknél fokozottabb odafigyelésre és ugyekre való nagyobb odafigyelésre. Már ha a ebeknél tartunk, többször tájékoztatást adtunk arra, hogy megkezdődött korábbi hónapokban egy ebb összeírás. Ez a folyamat a vége felé tart. Az a kérésem tisztelettel valamennyi püspöklenyaváros kutyatartó felé, hogy aki még nem regisztráltatta a háztartás környezetében lévő kutyáit, az legyen kedves, tegye meg, illetve a hivatal munkatársai pedig adott városrészeken folyamatosan járják az utcákat, és működjenek, segítenek abban, hogy az ebb összeírás megtörténjen. Az a kérdésem mindenkinek, hogy ezt a folyamatot is segítsék, és segítsenek abban, hogy hamarosan lezárásra kerüljön ez az összeírási nyilvántartásba vételi folyamat. Ehhez egyébként a honlapunkról is letölthető nyomtatvány kell csak kitölteni, tulajdonképpen egy ebőszéres 2023 nyomtatvány kell kitölteni és eljutatni hivatalba, de ahogy említettem, a hivatal munkatársai is segítenek ebben, és a adott városrészeket járva, akinek nincs módja ezt a nyomtatványt kitölteni és behozni, segítenek ennek a kitöltésében. Helyzetkép című sorozatunk következő részében is tájékoztatjuk nézőinket a várost érintő aktualitásokról.